hegedűművész és hegedűkészítő. Idősebb korén a Verebes Gusztáv a vajdasági cigányzene egyik legkiemelkedőbb alakja. 50 éve a pályán van, munkássága lenyűgöző. Nem csak Vajdaságban, Magyarországon is elismert művész. Én már kisgyerek koromban, mivel rokonok vagyunk, nagybácsim, én hallgattam, hogy gyakorol otthon, illetve ő is hallgatott engem, hogy én hogy gyakorolok otthon, és őszintén meg is ijedtem annak idején attól az egész dologtól, de az a technika, az a nagy szív, az a nagy lélek, meg az a nagy tehetség, ami ő benne van, még mai napig is, hát az nagyon kevés zenészben van meg. Tiszteletére koncertet tartottak a Szabadkai Városházán. A díszterem teljesen megtelt, a közönség hatalmas tapssal éltette a művész munkásságát. Elérkezett az az idő, amikor nem csak 50 évről van szó tulajdonképpen, hanem többről. Nagyon sokat jelent nekem ez, mert meg kell hagyni, hogy én már 8 éves korom óta saját kenyeremet keresem és eszem. Egyedüli gyerekként, ugye korán szüleim elhaltak, 9 éves kisgyermek volt, amikor apa elment, sajnos, és iskoláztatott édesanyám, de viszont a nagy gimnázium, meg nem tudom mi, én csak a zenét választottam, az mellett a paganinizés, a Mozartozás, Bach mellett a szívembe szállt, igenis nagyon mélyre hatolt, csak is a magyar zene, a magyar nóta. A koncertre vegyes műsort állítottak össze, amelyen a klasszikusok mellett népzene, magyar nóta, operett és cigányzene is felcsendült. A közönség természetesen idősebb Corina Verebes Gusztáv saját szerzeményeit is hallhatta.